Üdvözlök mindenkit itt az infobab.hu weboldalon ebben a videóban. A robotizációról lesz szó, mesterséges intelligenciáról. Találtam néhány cikket, ami szerintem érdekes lesz. Szeretném megmutatni, hogy az én meglátásom szerint hogyan fogja ez megváltoztatni a közeljövőt, illetve mi az elit célja ezzel, valamint hogyan kapcsolódik mindez a Bibliához és a megjövendölt utolsó időkhöz, vagy az idők végéhez. Mielőtt nekivágnék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Volt erről szó, én tudom, számos alkalommal, az én véleményem szerint ez nagyon fontos eleme az utolsó időknek. Tisztában vagyok azzal, hogy mindenféle dolgokat mondanak a szakemberek, és nem lehet pontosan tudni, hogy mi az igazság. Azonban, hogyha összerakjuk azt, amit ír a Biblia ezzel kapcsolatban, persze nem azt akarom mondani, hogy a Biblia azt írja, hogy lesznek robotok az idők végén, csak azt, hogy sejtetni engedi azt, hogy a technológia elfejlődik egy olyan szintre, hogy mindez lehetségesé válik. Tehát ha összerakjuk azt, illetve látjuk a fejlődést, ami megy körülöttünk végbe a világban, akkor láthatjuk, hogy közelít az az idő, amikor ez a fajta technológia, illetve a mesterséges intelligencia komoly problémákat fog okozni az emberiségnek. Az egyik természetesen az a probléma, hogy a munkahelyeket átveszik ezek a különböző eszközök, fogalmazunk így. Ezt mindenki látja maga körül, hogyha elmegy bevásárolni, talán ez a legegyszerűbb példa. Mindenféle bevásárló központokban rengeteg automatizált kassza van, és a többség nem gondol arra, hogy ez is egyfajta robotizáció, vagy automatizáció, pedig ez az. És én emlékszem még gyermekkoromban ez az egész koncepció elképzelhetetlen volt, talán valamiféle fantasztikus filmekben jelent meg, robot pénztáros, vagy az, hogy nem volt pénztáros egyáltalán valahol, sőt, még akkor nem is voltak ezek a kódleolvasók, hanem be kellett ütögetni azokat a számokat, rengeteg dolog megváltozott azóta. Persze, bárhol, ahol mondjuk szalagmunka van, ott is rengeteg embert kiszorítottak ezek a gépek, autógyártás, nehézipar, mondhatnánk azt, hogy igen, de ezzel megnyílt számos új munkalehetőség, illetve szektorok, amik eddig nem voltak lehetséges, hogy megnyílt, de az kétlem, hogy az emberek fel vannak készülve arra, hogy ezeket a pozíciókat betöltsék. Én 21 éve hülye vagyok. Ezzel szembe kell nézni a mindenkinek. Ezt az elejétől kezdve én igyekszem hangsúlyozni most már a nyolcadik éve. Az a szabadság, amit élvezünk most az interneten. S Tessék, adjam már át a szart ide, aztán hagyj fújjak bele. De, 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 de. Ja, hát, hát? A velem kifúva. Az nem fog sokáig tartani már. Egyrészt nem engedheti meg magának az elit azt, hogy túlságosan szabadjára engedje az embereket, mert itt nagyon gyorsan elterjedne az igazság. Számos módon egyébként harcolnak ezzel, nem tudom, hogy bárki észrevette ezt. De az egyik például az, hogy van egyfajta túlkínálat tartalomból annyi ember foglalkozik már ezzel, a tartalom készítéssel. Ez értelmes hogy mondat volt? Nem tudom, de annyira büszke vagyok magamra. Rengeteg különböző fórumon, hogy egyszerűen mindenki csak kapkodja a fejét, hogy most mit nézzek, mit csináljak, mert akkora választék, ráadásul ahogy rövidülnek le a tartalmak, és mindenki szokik hozzá szépen lassan ahhoz, hogy csak pörgeti a rövid videókat vagy a TikTokot, ezt a néhány másodpercet, az emberek már nem képesek végigülni egy 10-15-20 perces bármiféle tartalmat, mert az már túl lassú nekik, vagy túl sok. Úgy vannak vele, hogy mi a franc történik már? Mikor lesz itt már valami végre? Nézzük, hogy mi a következő. Arról nem is beszélek, hogy egy egy órás, kétórás órás, két órás akármilyen beszélgetést például, vagy podcastot valaki hallgasson. Nyilván vannak kivételek, vannak érdekelez jobban, de a többség az kétlem, hogy rá tudja magát venni arra, hogy ezzel foglalkozzak. Különösen azt hiszem, hogy a fiatalabb generáció, akit nagyszerű lenne elérni valamilyen módon, de nem olyan egyszerű. Pont ezért, mert minél fiatalabb az ember, annál inkább hozzá van szokva ehhez a technológiához, és felgyorsod számára az élet. Lassúnak fogja találni azt, ami nem kínálja ezt a fajta varianciát, meg, meg sebességet. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu illetve a jahuautja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén. Az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában is köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.